200 adag meleg ételt hozunk ki, pörkölt tésztával, de hozunk savanyúságot, kávét, teát, és még déli gyümölcsöt is. Körülbelül egy olyan 15 segítőnk van kint, vannak benne nagypapakorú emberek, de bizony gimnazisták is. Nincs olyan, hogy valakinek nem jut étel, körülbelül sejtjük, hogy mennyien jönnek, és egy 50 főt hozzá csapunk. Egy sorban álló ember szemével nézzük, hogy Gesztesi Károly például, vagy egy híres ember kint van egy osztáson, az annyit jelent, hogy nem elveszett emberek, mert ők is eljönnek, és szívüket adják az osztásba. Karácsony van, és zavarba ejtő minden kérdés. Kaptam valamit, amit nekem kutya kötelességem, akár egy érintésbe továbbítani. Tudok olyan szeretetet adni, ami belőlem jön. Én nem tettem róla, az Úr tett róla, tehát a gömülőből semmi közöm hozzá. De szerintem azzal, hogy megölelem őket, azzal adok. Meg egy tál ételt. Osztásainkat december elején szoktuk kezdeni, és áprilisig minden hétfőn és sütörtökön kint vagyunk Budapest utcai terein. Nem egy olyan emberről tudunk, aki a kliensünk volt, akinek adtuk a meleg ételt, később megváltozott az élete és a segítőnket.